Üdvözlök mindenkit, én Killing2007 vagyok, és ebben a mai Call of Duty mobilos videóban itt van velem Ábel és Peti. Sziasztok! Oké, úgy tűnik, hogy Péter most jelenleg... Nem tudom, miért nincs itt. Szóval a lényeg az, hogy... De itt vagyok. Jó, akkor Péter élettárs itt van, csak hát nem tudom. Jó, a lényeg az, hogy... A mai nap bejöttek ezek az új játékmódok, ugye 10-10 az nem, de a Shipment 1v1 Duel and Gunfight, amelyik gondolom vagy ketten lehet játszani, vagy egyedül, mert hogyha most rá akarok kattintani, nem engedi. Itt van ez a PTFO, amin sajnos nem fogunk menni, mivel hogy Abel játszott vele néhány menetet. És azt mondta, hogy ez egy ilyen olyan meccs, ahogy random mindenféle van benne. Szóval ez ilyen vegyes, és hogy őt például kétszer is azt hiszem a hardpointba dobta be, és hát igen. Igazából nagyon akkor ennek így nincs értelme. Amit menni fogunk, a prop hunt, aminek a lényege az, hogy kettő team van, a vadász és a propsok. A propsoknak el kell bújni, van adott mennyiségű pontjuk, és kiválaszthatják, hogy mivé akarnak változni, ugye három lehetséges lehetőség van, de aztán mindenkinek más, szóval valaki, mit tudom én, elbújik mondjuk egy monitorrá, valaki mondjuk egy kosárlabdává, valaki meg mondjuk egy ilyen homokzsákká, és ugye a vadászoknak meg le kell vadászni, és 10 másodpercenként hangot, ilyen füttyentenek egyet a propsok, mint a propok, és ezt fogunk menni, illetve még egy Sniper Zone-t ki fogunk próbálni, de szerintem előbb egy prop hunt-tal fogjuk kezdeni a meccset. Szóval... Na hát itt is vagyunk. Szerencsére egy csapatban, nem tudtam úgy meg, hogy most így külön dob be vagy együtt, de úgy tűnik, hogy együtt... Reménykedjünk benne, hogy ez így működni fog. Úgy tűnik, hogy ugye vadásszal kezdünk, ami egy HG40, egy MV11-es és 3 gránát. Ti hol vagytok? Prop hunt. Jó, látlak. Itt egy kosárlabda. Ha meg végtelen lősz. Jó, most elbújunk, mert ugye most lecsukodott a szemünk, ugye. Megvárjuk, amíg a propok elbújnak. Bármi lehet, szinte. És ugye, hogy ha meglőjük, akkor meglövünk egy adott tárgyat. Hogyha az egy prop, akkor... Akkor az nem úgy fog reagálni, mint például ez a kettő itt kosárlabda. Meglövöd, akkor itt sebződik, mint egy player. Pontosan. Csak meg kell keressem, mert nem tudom, szalmabálává el tudnak bújni. Én még nem láttam olyat. A fütyűrészet. Hol? Az jó, mert én még nem hallok. Itt egy szék, és véletlenül is a feltűnő. Hát tényleg nem feltűnő. De, és kiderül, hogy az nem egy izé... ...lél. Baszik, csoda, aki lefesett. És ott van, látjátok, például ez egy player volt. Én megöltem egyet, és ott van még egy korlát is, amit azt is megöltem. Jó, most más. Korlát? Aha, tudod, van ez az ilyen rúd, ilyen... De igen, úgy igen. Kell elképzelni, hogy nem vettem alapból észre. Jó, round win, második lettem. Volt. No, kettő. Round egy win. Semmit sem csináltam, de azért jó. Kaptam valamit. Ha tudok lenni egy korlát, egy láda, és most 160-ért egy ilyen doboz leszek. Ti hova bújtok? Én doboz leszek. Én is. A doboz az menőbb, az jobb. Én doboz jó. Megmondom, ennek több a HP-je, ugye? Ez a furcsa jel, ez azt ugye, hogy át tudunk változni valami full random cuccá. Ez a három cucc, ez azt tudja, hogy tudunk magunkból egy másolatot csinálni. Ez a lakat az, hogy megállunk egy helybe, és így tudjuk tekinteni. Ezzel ugrani tudunk, ezzel meg le tudunk dobni egy flash-et az embereknek. Ez a korlát, ami itt van, ez... Csak, ez direkt van itt? Legjobb helyet megtaláltam. Hol? Már elindultak, jó? Ez valami kúra. Olyan helyen van, hogy meg fogok találni azonnal, de nem érdekel.
Én a spawnom vagyok amúgy, látom az üftéken, most meghaltam, lövettek. Én már meghaltam. Én a első vagyok spawnom még mindig. vagyok itt a Nagyjából a talicska spawnom mögött. vagyok. Andis, nézd meg, hogy hol vagyok. Nézd meg, hol vagyok. Hallod? Peti fent van itt egy ilyen tábla vagy cégérnek a előtt. Tetején. Ha valahol ott, ja. Megkereslek téged is. Akkor nézzél már meg engem is. Látlak, itt van egy talicskánál. Itt vagyok, a spawnon vagyok itt. Ja, te látlak. És hátré megyek, meg bukolok a talicskába. Ott van mellettem a csávó. Ott van mellettem a csávó. Megkereslek. Elmászott mellettem a gyerek. Igen. Halad, ide még egy ember se jött el ide a helyre. Ha gyertek ide, de ti is következő, ember, hogyha még talán lesz. Tészre. Na, ötödik vagyok még jelenleg. És ez az utcsó meccset, ez kár. Ez az a hely. Mindegy. Akarunk menni ebből még egyet, vagy nem? Vagy előbb sniper zone, és aztán... Igen, ebből megyünk még egyet. Oké. És ott van Peti elől. Az is nem vett észre. Nem vett észre. Ott van Peti elől. Azt is most fütyülni fogok, úgyhogy... Nyugi, hogyha észrevesz, tudsz egy flash-et bedobni. A flash... Ja, tényleg, hát... Meg még át tudsz változni. Ja. Meg lehet tudsz helyezni az. Magadból ilyen másolatokat. Ez a kedvencem, úgy kell képzelni, hogy én ezen a pályán most vagyok először. És hogy eddig azon a... Azon a, nem tudom, ilyen sivatagos pályán voltam, nem tudom mi a neve. Na látom, Peti fütyüté. Bebújtam a kamionba. Öltek. Ez nem jó. Hányadik vagy, Ábel? Második vagyok, kérlek szépen. Második. Nekem úgy mutatja, hogy... Na, aha. Én a hatodik. Látom, én Peti, most meg már kilencedik vagyok. Miért? Nekem úgy mutatja, hogy ez első valami GMF. Nem az, de... Megint de egy GMF de... a második. A harmadik ez szia, a... Peti! Look, look, look. Látlak, Peti! Ja, negyedik én vagyok, és így tovább. Legjobb ilyen... Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Ez ami kurva jó. És ötödik vagyok. Eléggé ugrálnak itt a én is az pozik, vagyok. Pozisonek. Én meg negyedik még mindig. De elbújtam ide. De ja, Ábel, hogyha Petit nézed, akkor a Peti pozícióját mutatja. Jó, ja, már rájöttem. Jó, én is már nem égöttem rá. Még van. Fél Petit, az, hogy bejön még egyszer egy emberke, akkor... És mondjuk itt fütyülsz rád, nézd, dobd be egy flash, vagy változz át valami, tényleg neked, mivé változol? Én felszarok a plafonra komolyan. Peti! Ne! Kellett volna az a... Baszdmegy, kellett volna az a flash. Mi ketten vannak. Már... Hallod a második, az én a... Én benyomtam a flash, de a srác is megölt. Az első, az egy ilyen bokor, ilyen szobanövény volt. Na, a negyedik vagyok. Nem már, másodperc kellett. Tudom. Na, megyünk még egy ilyet? Vagy előbb megyünk Sniper Zone-it, és azt nem megyünk. Igen. Mehetünk még ilyet. Oké. Menjünk még egy ilyet. Jó. Amíg épp hogy lecsúsztam a... Amíg az úgy, hogy lehetséges, hogy tier 61-es vagyok? Szóval... Lehetséges. Tier 50-ig mutatja, és tier 61-es vagyok. Ja, tényleg meg tudtam, hogy a nézők nem is látták, hogy... 12-es vagyok még. Nézők szerintem nem is látták, I358-ra meglett az aranykamó, és az MV11-re is, ezért most a platinum van rajta, szóval kis pisztolyra megvan. Platinum is csak itt a... Így van, csak az a baj. Abból I358 van. Jó, tőlem, én ready vagyok, majd hogy... Jó, látom ti is, oké. Okay. Jó, nem szóltam. Oké. Na és be is töltött a möcs. Amikor közben jelzem a nézőknek, Kös. Hogy ez a videó, ez valószínűleg hétfőn fog kikerülni. Közben látom, propokkal kezdünk. Szóval. Mi legyek, Peti, talicska, növény, vagy ilyen láda? Bokor leszek. Én kuka leszek, szerintem. Nekem kukát dobott be. Fény, nem, nem tudok ide elbújni. Andris, én rohadjak meg, bebújok. Ez itt nem feltűnő ez az izé.
Miért szintetek, hogyha én ide Én a tudom, hova bokorba? megyek. Én egy bokorba. Tudom, hova megyek, csak az nem lesz elég időm, basszus. Hallod, Ábel? Ez nagyon jó hely. Én egy bokorba vagyok, hallod? Egy bokorban, úgy, hogy nem vesznek észre nagyon. Én is bújtam egy bokorba. Halljátok, valaki az ilyen, izén nagy cucc, nem tudom. De ez grat. Hogy így, ha itt észrevesznek, akkor beszarok. Komolyan mondom, ez így, érted, hogy így most alig észrevehető. Hát itt azért csak nem vesznek észre. Van fütyentetünk. Hát én remélem. Lesz két fütyentés is, hogyha ide jön valaki. Na, kaptam először már plusz 45-öt Survivorként. Úgy ki az e... Peti, az úgy hogy lehet, hogy már... Bassza meg! Istenem! Hogy ölt? Ne látom meg. Az hogy lehet, hogy Peti eleinte ő volt az első, aztán meg második lett. És itt van! És pont most fogok fütyenteni. Basszus, ne! Itt fogok fütyenteni már. Tudom. Mindenki fönn erre a szar helyre. Peti, te hol vagy? Peti, ez rossz volt. Befleseltem, befleseltem a gyereket. Tudom. Ott mutat Peti. Hello. Itt nem vagy. És Peti elfutott, hallod? Elfutott a gyerek. Ez az jó. Nem igazság, nekem olyan szarokat dobott be. Tudom, azért nekem is, szóval. És itt van mellettem a csávó. Jó, figyelj, még csak 2 perc 10, 2 perc 8, 7. Ha észrevesz. Elbújt. Peti, jön feléd. Annyira elbújtam, hogy nagyon elbújt. Á, észrevettek, ajj, meglőttek. Á, kinyírtak. Ne, kinyírtak. Felrobbant. És még mindig. Felrobbant. Hogy vagyok én tizedik? Ne. Hogy lettem tizedik, értitek, hogy... Nagy. Ne, ez most komoly, hallját... Na látom, hallod, Peti, te fent vagy ott, te el vagy bújva. De volt egy csávó, mindjárt megkeresem újra. Hello, Chavez. Ez a Rehan 2 izé. Ez, tudod, van ez a ilyen négyes, nem tudom, ez a hűtőcucc vagy mi, ami izé épületek tetején szabad. Azért ott jön. Hol vagy, Péter? Ne. Azt is fütyültem. Ne. Peti, menekülj! Ne, menj meg! Kuka lettél, nem feltűnő. Rak le magadból egyet. Nem feltűnő. Peti, rak le magadból egyet, oda az a dupla... Jó, leraktam. Ez nem feltűnő, véletlenül se. Nem sorokban amúgy jó, mert... Ez jó az a hely, mert amúgy ilyen magas fű van. Ilyen grassland, az is a neve itt a fent írja. Jaja. Na mindjárt mi leszünk majd a vadászok, és az úgy... Én a legalacsonyabb grafikán játszok, hogy magasabb legyen az FPS-em, úgyhogy nem látom, hogy magas... Peti, látom, te második vagy. Az úgy tök GG. Az fasza. Csak úgy, hogy érted? Nagyon GG lenne, hogyha nem kapnának el. Jaja. 37, 36, az 35, itt vagyok, 35. Egy kuka fütyörészik. Az. Meg az úgy megvan, hogy még körülbelül 13 másodpercetek van, hogy fütyülsz, 12. Most már 10 másodperc, és aztán még van 15 másodperc. 9, 8, 7, 6, 6 5, 4, vigyázz! Faszom, ott jön a csávó, ne már! 1. Ne. Ugi. Hát ez megöl. Ne! Kész. Utolsó 15 másodperc. És akkor 15 másodperc. Kiszúrt. Halljátok, hogy kiszúrt? Van három csávó van, és a... nem, de bocs, ezek, kettő. Ja. És van egy olyan, hogy Padre. Ne, véletlenül sem feltűnő. Veszi észre, ha mozgó a kukát. Na, rend egy win. 8. lettem, no nyúlt. Na mindegy, második 7. vagyok. Az egész jó. Az úgy jó. De ez oldalt legalább nem 10. 4. 3. Na. 2. Nézzük. 1. És szépen lecsukódott a szemem. Jó, most gyors be elbújnak. 5, 4, 3, 2, 1. Mehetünk. Én megnézem ugyanott, ahova mi bújtunk el. Ledobok én egy... rohadtul megnézem a szendet. Ez a kosárlabda, ez itt van. Itt új bokor. Hallottam, hogy innen fütyörésztek. Én is hallottam. Az úgy mi? Oké.
Én itt mindent is meglövök. Hát én is. Ma nem látom, mert nem hallom szerintem közel. Szerintem legközelebb tudom. Jaj! Ez egy prop! Lőtt ki, lőtt ki! Kilőttem, kilőttem, nézd meg a keyfeedet! Már nem látom, jó, az kilőttem. A baj. Ó, ott! Hogy másztok megöltem, megöltem én is egy csávót, ötödik vagyok. Meg hogyha azokat is kilövitek, amiket ők gyártanak, tudjátok, ez ilyen plusz, akkor azért kaptok azért plusz 50-et. Azért is kapni, ezt tudom. Ok. Mondjuk az furcsa lenne, hogyha valaki kanapévá változna. Furcsa lenne, de nem lehetetlen. Pontosan. Nem hallottam füttyöt. Hallottam, csak az a baj, hogy most nem headset érzek, és nem hallom, hogy honnan fütyül. Ugye be lehet hallani elég jól. Mennyi szok maradt? Ebben a játékban nagyon bénulik, hát én még egyet se találtam, pedig ezeket a szarokat mindig lövögetem. Tudom. Milyen fors meg nem minden. Szerintem én tudom, hova fog menni legközelebb. Az már egy következő meccs, de most sniper only lesz, mint én úgy szeretném. Ja, és okay. Aztán meg majd megyünk max videón kívül, mert... Izének kéne lenni pingpong labdának. Persze. Az jelenne már belebújik a fegyvernek a csövébe, hagyja na, hogyha belebújik az SMR-esbe, talán egy SMR-es, az belebújik a csövébe. Pontosan. Most találod meg. Az a két ember... De ez mi ez a mód van tényleg, hogy ilyen kicsi mindennek el lehet bújni. Pontosan. Még zsákként is, szóval én azokat is lövöm. Itt volt valahol egy... Valaki fütyült. Tudom. Én is hallottam. Aki rohadtul fütyült. A szemből. Dobok egy gránátot. Kettőt is. Hol vannak azok a... Nem. Ez se. Itt volt. Valahol itt fűtjentett ez a... csávó. Ott fönt, ahol voltunk előbb? Nem tudom, itt hallom. Mász föl. És itt volt... Ne! Az utolsó másodpercben láttam a csávót, fent volt. Hatodik lettem. Ott volt fent, és ott mozgott előttem. Ha azt kinyírom, akkor szerintem egy negyedik helyet csak beúzok, vagy második, vagy hatodik. De ő volt az utolsó prop amúgy. Tényleg? Nem már. Na, aha. Látom, legalább Peti harmadik lett. Na, GG. Az amúgy, ez honnan van, Peti? 62. Ez betűpassz. Melyik a fejlőző? Nem, mostani. Na akkor gyertek, menjünk egy sniper zónlit, és akkor... Na, Péter Pöllöső ready. Oké. Okay. Kösz. Már régen ready vagyok. Ez az előbb ready stay bűn, csak most töltött be max. Jaj, nem már vagy kill house, az olyan kicsi az a map. De legalább jól lehet vele kill house. Mikor lehet sniperolni, de... Felmész. Sniperolni én amúgy izébe szeretem. Raid. Raid mapon. Jó. Jó, jó. És milyen sniperrel indítunk? DQL vagy Arctic 50, melyiket javasoljátok? Én szépen a DQ-t hozom. Én meg az Arctic 50-et, mert az kettőben jobb, egyen rosszabb. Én Arctic 50-et szoktam nukolni. Talán is volt a... Ennyi. Az a játék. Én így ezzel rásolni kell, és akkor noscope-ba, amúgy. Ha engem közben kilőttek, én meg itt... Vagy lekéseltek. Hagyjad már, de miért nem lehet leszedni? Miért sniper zóniba késelni is lehet az úgy? Sniper zóni, hossz lekése. Tartsa már magát a játék szabályokhoz. Az a baj, sok csávó bejön, de... Hogy hogyan lehet késelni, mert nekem csak... Én csak snipert kaptam, szóval...
Csak amikor közel mész hozzá, tudod. Ja. Van egy gomb. Wow, sniper. Mondja nekem a csaj, hogy sniper. Hát köszi. Wow, ki gondolta volna, hogy sniper zóni meccsen sniperöket találok. De szarás. Hoppá, az egy headshot lett. Hoppá, véletlenül kiugrottam. Ott a fiszkóp. Az megvan. Jaj, olyan jó OP helyet találtam. Itt részben OP-t. Elkezdtem. Hoppá. Itt egy noszkopokat lehet adni, amúgy ezt nagyon szeretem. Ja, a színek. Kösz. Egyfajtában mindegyik karakter jelzője, tipa. Jó, kinyírtak, de ott voltam már. Egy Hunter killerem. Halljátok, úgy forgattam a kamerát, hogy mi a szar, hova tűnt az ember, és ki sikerült kinyírjam a csávót. Igazából az azért jobb talán, mert így lehet noszkopokat adni vele közelről, és akkor ugye lehet is spamálni, és akkor azért többet lő. Hát a fejő rétje az tényleg jobb. De mi is az, hogy a stopping power-t használsz, mindegy. Hunter kill, hagyjad már. Lol. Lol. Van egy ember fönt. Engem meg nem tudom, honnan nyírták ki. Ez most Call of Duty. Ebben hasonlítunk. Hát valaki tökön akartam lőni, erre headshotoltam egy másik embert. GG. Én meg nekem elforgattam egy picit a kamerát, és sikerült valakit headshoton találjak. Jó. Ez úgy már dújva. Na, szépen megöltem az utolsót. Én voltam az. Látom. No scope-ba. Hát ott is a no scope. Nálam ez úgy lehetséges, hogyha átlejtenem a kosztümnél a simát, ne az legyen, hogy ahol tudod, van ez a joystick, amivel mozgok, a felett legyen, hanem a másik mellett. Uh-huh. Na mindegy. Na, hát ez a videó egyelőre ennyi lett volna. Ha tetszettek, mondjuk egy lájkot, vagy ha még nem tettétek meg, és szeretnétek, ne felejtsetek el feliratkozni. Én Killing 2007 voltam, itt volt velem Ábel és Peti. Hello. Sziasztok! Sziasztok!